De ha baj éri az embert, azt nem kell kibeszélni? De kéne. Kéne. És igen. Nem megy? Hát én nagyon nehezen beszélem ki. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Mai vendégem Benedek Miklós, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Édesapja Benedek Tibor színész volt, fiai Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és Benedek Albert rendezőasszisztens. A főiskola után a Nemzeti Színházhoz szerződött, később dolgozott a Katona József Színházban is. 15 évig volt a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója. 2003-ban újra a Nemzeti Színházhoz szerződött, 2009-ben jött el onnan. Azóta szabadúszó. Ő következik. Átadok egy papírt Benedek Miklós művész úrnak. Ugye nálunk az a szabály... Nagy betűkkel nyomtattam. Ugye az a szabály, hogy mindig adok az aktuális vendégnek egy papírt, amin 20 kifejezés szerepel. Abszolút, láttam ebből valamit. És ebből választ az alany. Azok kedvére, akik csak hallanak bennünket és nem látnak, felolvasnám, hogy Benedek Miklós mely 20 kifejezés közül választhat. Balzsam, nincs maradásom, egyetlen, óvatos emelkedés, kritikátlanul, most mutasd meg, testamentum, életemet és véremet, nem az övé, könnyes győzelem, ez már nem az, ne gyere közelebb, hányadán állok, tanulható, elhelyezés, hol a haszon? Nincs bocsánat? Eladni magam. Kivilágos virradatik. Ugye ezek nagyon rejtelmesek, tehát nem biztos, igen, hogy... Igen, azt akarják, amit az ember gondol, igen. Igen. Melyik legyen? Melyikkel kezdjük? Azt mondja, hogy ne gyere közelebb. A ne gyere közelebb, igen, az arra utal, hogy én jól gondolom, hogy ön mindig is az a típus volt, akár közismert, aha, emberként is, aki azért megtartotta például egy nézővel vagy egy rajongóval a három lépés távolságot. Ön nem az a színész volt, aki ez oda lehetett menni és hátba verni, és azt mondani, hogy hú, de jó volt művész úr, és leállt vele úgy csacsogni. Vagy ezt rosszul gondolom? Nem. Mert én nem szeretem, nem szeretek egyszerűen csacsogni, nem szeretek. Haszontalanság? Én nagyon szépen hallgatom a többieket, ahogy beszélnek, meg ahogy sztoriznak, de talán így öregkoromra egy kicsit többet csacsogok, mint szoktam. De igen, nem tudom, de igen. De akkor én nem voltam fiatalkoromban csacsogós. Tehát én nem szerettem a bratizós embereket, tehát akik úgy hátba vágnak, vagy átfütyülnek az utcán. Valahogy egy emlékem van nekem bizonyos nagyon nagy színészekről, akik szintén nem engedték magukhoz közel a közönséget. Mert abban úgy gondoltam én akkor, hogy ők azért nem engedik, mert abban a pillanatban, ahogy per, nem tudom, te, kisfiam, vagy nem tudom, kicsoda közelnek egymáshoz, úgy valahogy elveszti a súlyát az ember. Hát én sokat kocsmáztam, és emlékszem, hogy egyedül ülök egy kocsma pultnál, és tudok ülni órákat, és nézelődni, és figyelni, és nézni a pultost, ahogy szolgálja ki az embereket, és hallani a jobbról-balról mellettem ülő emberektől ilyen sztorit, meg olyan sztorit, meg berúg, meg eltávolítják, meg ilyeneket, és akkor ezt én nagyon szerettem nézni, de soha nem engedtem valahogy magamhoz embereket, és le is van két ilyen rajzom, egy ilyen pici cetlire. Én nem tudom, hogy az művész volt-e vagy nem, de nagyon jól sikerült rajza, hogy én ülök egy ilyen pultnál. Egymagában. Egymagamban, igen. Nem bánta, hogy ilyen akkor? Hogy miért nem társaságibb, miért nem közvetlenebb? Hát akkor bántam, amikor láttam, hogy például a Bajor Imi, hogy milyen közvetlenül tud, vagy a Hollósi Prici milyen közel tudja engedni magához. Az egy másik típus, másik, igen, fajta ember. Tehát, hogy ahogy közel tudja engedni egymáshoz az embereket, és tud velük kommunikálni és beszélni. De ez valahogy más volt, mert azért meglegyinteni ők se engedték magukat, hanem valahogy
irigyeltem, igen, azokat, például, igen, láttam többször a besenyeit az utcán, ahogy héte, gyere ide, gyere, öcsi, gyere, kisfi, gyere ide. Tehát, és akkor az egész utca odajött, és akkor magyarázott, beszél, szavalt, minden. Tehát ő nagyon tudta ezt a közel kerülni az emberekhez. Igen, és volt a Kálmán György, aki egyszerűen menekült, tehát meg az őze az ugye a fal mellett úgy ment, és úgy ment haza. És ön azért nem ez a típus volt. Hát nem ez a típus voltam, de ennyire nem. Igen, mindig igen, a Kellér mondja, és mindig ezt szoktam is mondani, hogy az ember fiatal korában az bántja, hogy sokan nem ismerik meg, az öreg korában pedig, hogy ő nem ismer meg senkit. Igen, ez körülbelül igaz, és nagyon jó mondat. De az a típus volt, aki azért egy bizonyos közegen belül nagyon kitárulkozó volt? Tehát a szűk körén belül, a barátaival kapcsolatban, ott azért közel engedte őket? Hát igen, egy-két emberrel, nem sokkal. Tehát a Szacsival mi nagyon sokat beszélgettünk, a Pepita Oroszlánba például ma sincs már, de órákat előadás után, egy sör mellett, két sör mellett, én néha megittam hármat is. Akkor nem volt az inagyivó? Én? Igen. Ja, de azért volt. Volt de, időszak? Volt, amikor sör vodkával azért szépen betermeltem. De volt, igen is. Tudott mulatni, ugye, a művész úr? Nem. Mulatni, már nem volt divat mulatni. Egyszer láttam a Horváth Tivadart mulatni a fészekben, valami születésnapja volt, vagy neki, vagy a barátjának, nem tudom. És ült egy nagy asztalnál, sokan voltak, és ott volt prímás is, és ott mulatott, csodálatos volt. És rengeteg nótát tudott. És mulatott még a... Igen, hogy az őze is tudott mulatni, de őt láttam, de nem semmifajta zenekar nem volt, ő egyedül énekelte a Rigó-Rigót, ez volt kedvenc nótája neki. De nem voltam mulatos. Azt nem, de egyszer talán, hogy mikor tényleg jól kicsit becsicsentettem, akkor a Molnár Piroskával, mert ő azért csúcs, amikor egy ilyen zongora mellett Darvasferi, vagy bárki, vagy a Orosz Pista, vagy a Dínyes, zongorázik, és akkor rögtön mindent tud, operettől kezdve a kuplén át a slágerekig, és akkor én abban néha beleszálltam. Ez a régi, még a Svajdaféle Nemzeti Színházban, nem a Jordánféle Nemzeti Színházban volt, és akkor a piros, és órákon keresztül énekeltünk, és az isteni volt. Hát azt el tudom képzelni. Azt hiszem, a Piroskának volt a születésnapja is, és azon nagyon, nagyon jó volt. De mi volt az ismérve, ugye említette Szacsai Lászlót, mi volt az ismérve annak, hogy valakit közel engedett magához, és valakivel kapcsolatban például megtartotta ezt a három lépés távolságot? Hát az a barátság, hogy egyszer csak ugye indul egy munkakapcsolat, de Szacsival a mai napig, hát ő a katonában maradt, és Én meg a szabadúszó vagyok, és azért most is hetenként, hanem másképp telefonon beszélünk. Tulajdonképpen ő az, akinek a legbelsőbb dolgait azért úgy elmondja az ember? Igen, tulajdonképpen igen. Ma már talán kevésbé, mert ugye hát minden két családnál történtek dolgok, és nem tudom, az ember nagyon milyen szót használjak, hogy erre nem is gyáva, és nem szemérmes, igen, ezekben. És hát hogy ő ugye történt ott egy tragédia a feleségével, és akkor nálunk is, és szóval valahogy megtartjuk magunknak ezeket a kérdéseket. Érdekes, hogy miért talán most, hogy rákérdezett, ez igen. Igen. Ön sem és látni, jött ez a COVID-os ugye, dolog, és hát nem mentünk sehova. Tehát bezártuk, a kulcsra zártuk az ajtót, és még színház se volt, semmi nem volt, otthon voltunk, és maradt a telefon. De ha baj éri az embert, azt nem kell kibeszélni? De kéne. És igen. Nem megy? Hát én nagyon nehezen beszélem ki. Nagyon, 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 nagyon ide befelé mennek a, nem is a megoldások, hanem a,
a hogy anyja, az, uh-huh. az nagyon befelé megy nálam. Tehát se egy újságnak, se senkinek nem szeretek erről beszélni. Más az a szakma, és más a mindennapok megélése a színházban, vagy máshol, mint egy ilyen akár családi ügy, akár valami rossz történik, akkor én soha nem szoktam ezt a másnap az újságba leköszönni. Nem is feltétlenül az újságra gondolok, de hogy barátok közt a feleségével az ember gondolom. Norbele, igen, természetesen, igen. Mert ugye van az a típus, aki még azzal se. Tehát van, én ismerek olyat. Igen. Annyira megtartja belül, és belső tüzek égetik, de nem mondja se a fájdalmát, se a gondolatait. Igen, igen, csak neki is megvan ugyanez, és akkor tudom, és érzem, hogy miért ilyen, és hogy De az Acsival nagyon, nagyon jobban vagyunk, tulajdonképpen nincs ezzel semmi baj. Keressünk egy másik témát. Keressünk másikat, igen. Balzsam, mi az a balzsam? Hát a balzsam az egy nagyon érdekes téma, szerintem. Mert ugye ön korán elvesztette az édesapját, és Agárdi Gábor tulajdonképpen, amennyire én tudom, kvázi ilyen pótapja lett. És ezt voltaképpen ő szorgalmazta, lévén, hogy neki, én úgy tudom, hogy nem született gyereke. Nagyon sajátos az ő története az ön édesapjával. Beugrott az ön édesapja helyett. Azt is mondhatjuk, hogy ő akkor robbant be. Meghalt az ön édesapja, és egyszer azt mondta, tudomásom szerint Agárdi Gábor, mindig ilyen gyereket szerettem volna magamnak, hadd legyek mostantól a te kvázi pótapukád. És arra lennék elsősorban kíváncsi, mert én ezt most tudtam meg, tehát pedig én azért követtem az ön életpályáját, életrajzát, interjút, és én eddig nem tudtam, még nem kezdtem el jobban elmélyülni az életrajzába most, ebben az vagy ezen interjú kapcsán, hogy hogy nézett ez ki. Tehát önnek fiatalemberként, 17-18 évesen, volt valami szívzűre, volt valami elakadása, akkor megkereste Agárdi Gábort, és kvázi ilyen pótapaként végigbeszélték mindezeket? Nem, belül. Valahogy úgy éreztem, hogy ő a másik apám. Néha úgy éreztem. Tehát amikor esténként ő konyakozott, én meg ott ültem mellette, és öröztem, vagy más nem tudom, és beszélgettünk mondjuk a balettcipőbe, mert ő is járt oda, akkor én úgy éreztem, hogy valahogy az apám helyettese. Akkor, amikor a Nemzeti Színházba kerültem, és ő is ott volt, és egy darabba játszottunk, és beszélgettünk, akkor úgy éreztem, hogy igen, hogy ő az apám, és ő helyettesíti az apámat. Milyen helyzetekbe tudta helyettesíteni? Valahogy úgy kezelt engem. Olyan túlzásokat mondott, amit soha nem váltott be. De akkor aznap este akkor úgy éreztem, hogy ő megölel engem, és megcsókol, és valóban az apám, pótapám. De igazából nem volt ő a pótapám. Tehát nem tudta őt helyettesíteni. Tehát én mindig álmodtam, meg ma is álmodok apámról, de az Agárdi Gabival nem szoktam álmodni, vagy nem szoktam azt álmodni, hogy ő az apám, mert valahogy nem lehetett. Sok minden emlékem van az Agárdiról, onnan kezdve, hogy fönn a Petőfi Színházba együtt öltöztek. Agárdi mindig átölelt engem, mindig, ahányszor találkoztunk, mindig kedves volt velem. Valóban olyan volt, mint egy, úgy bánt vele, mint a gyerekével, de soha nem volt az. És én mindig ezt mondtam valahogy. Nekem valahogy olyan érzésem volt, mintha. Mert valahogy habitusban egyformák voltak az egész világképük, az egész, szóval valahogy, ahogy öltözködtek, meg ahogy járkáltak, és ahogy, szóval a grimaszaiban láttam apámat, és hogy megy az utcán, és én is mentem gyerekkoromba, és akkor valahogy ugye együtt mentünk az Agárdival, mert mellettünk lakott, ő a Király utcába, én meg az Izabella utcába. És néha együtt mentünk haza, és néha kocsival hazavittem. És ilyen emlékeim vannak a Gabiról, és
És a színházban nagyon jó volt hozzá is bemenni, és mindig örült nekem, és de semmi olyan nem volt, hogy én tőle ajándékot kaptam volna karácsonykor, vagy meghívott volna a lakására, vagy nem tudom. Szóval hiányzott? Esik? Szerette volna? Hiányzott? Nem tudom. Hát nem, csak úgy akarom érzékeltetni, uh-huh. hogy mi nem volt ő. De mint ember, mint színész, mint valahogy nagyon közel állt hozzám valószínűleg. Tehát borzasztóan bántott, amikor róla azt írták halála előtt, talán az utolsó szerepébe, hogy miket csinál. És egyszer rendeztem az Agárdit, és az valami egészen különleges volt. Miért? Mert hát én ismertem az ő, hát nagyon régen, az ő manírjait, gesztusait, a ólábát is. Ahogy bejött. És akkor mondtam neki, hogy Gabi, ide figyelj, na isteni, nagyon jó, nagyon tetszik, amit csinálsz, csak hagyd már ki ezeket, ne gyere be ólábbal, és ne csinálj ezeket a filmben, mindeneket, mozdulatokat a száddal, meg amit. Szóval nem egy tánc, ez egy komoly, igen, egy báró, aki kikupálja a nevelt lányát, mindegy, és hát ez egy komoly dolog. És vedd komolyabban. És akkor azt mondta nekem, neked teljesen igazad van, csak az az igazság, hogy a közönség engem így szokott meg, és én ezt nem vagyok hajlandó feláldozni. Hoppá. Igen. És végül is hogy jött be? Végül is nem ólábbal. Nem ólábbal? Nem. Akkor azért meggyőztem. Valahogy meggyőzhettem talán, igen. Igen, meggyőzhettem. Ön ugye az a rendező, aki megmondja, ha baj van. Sajnos. Sajnos? Igen, többször megjártam ezzel, és de nem sajnálom végül is. De volt egy-két olyan összetűzésem, ami mondjuk nem, lehet, hogy én voltam hibás, és úgy mondtam meg, ahogy nem szabadott volna. Stílusilag? Igen, egy az egyben mondtam, hogy rossz. Rossz, nekem nem tetszik. Meg is sértődött az illető? Meg. És gondolom egy bizonyos nívón felüli művészről beszélünk, tehát persze, akinek azért világos. Kell adni a... Világos. Uh-huh. Hogy mondjam, szóval van bennem egy kis görcs, de muszáj megmondanom, hogyha úgy érzem, hogy én egészen más gondolok erről. Szóval hogyha egészen más a véleményem erről a szereplőről. Én mindig kértem, hogy mondják meg. Néha volt olyan körülöttem, mindenki megkapta, és én nem. És akkor mondtam a rendezőnek, hogy és akkor én? Igen. És akkor nagyon röhög, ugye így nevetett, és nem tudok, mit szokám neked itt mondani. Jó, hát akkor nem tetszem, világos. Hát, no, nézzünk akkor egy másikat. Nézzünk egy másikat. Életemet és véremet. Hát ez a tanítás. Mert hogy ön 20 évig tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, egyetemen. Igen. És úgy tudom, hogy mindent annak rendelt alá. Tehát különböző programok is, az ön magánérintkezésének a programjai, vagy színházi programjai is sok esetben ehhez idomultak. Megérte? Meg. Meg. Persze. Nem tudom, nem akarok jelzőket használni, de rendkívül tartalmas évek voltak. Nagyon... Jó volt ott lenni. Tehát amikor becsuktam az ajtót, vagy igen, és ott a gyerekekkel voltam, hogy néha csodálatosan éreztem magam. Volt, amikor rettenetesen éreztem magam. Az mi múlott? Hát, hogy tudom én egy 20 éves gyereknek elmagyarázni ezt, hogy ezt hogy kell egy Molière-rel, vagy egy Bergmannal, hogy kell találkozni, vagy egyáltalán hogy kell egy Karintival találkozni. Hogy mi az, ami például, hogy ugye ha a partner beszél, és nekem nincs semmi dolgom, csak állok a portálon és nézem, hogy az miért jó. Hogy miért jó, hogyha a másik beszél, és azt én, nekem nincs se szövegem, se semmim, és én csak őt figyelem. Hogy az miért jó? Mert ugye ő is akar szerepelni, ő is akar sok mondatot elmondani, és azt mondom, hogy nem kell.
Épp ezért bántott önt, amikor elküldték, és tudomásom szerint az volt a hivatkozás, hogy az, amit ön tud, arra most per pillanat nincs szüksége a fiataloknak. Ez így is van. Ezt egy nagyon okos ember mondta nekem. Ezt ki mondta önnek? Azt nem mondom meg. Rektor? A rektor, igen. Aser Tamás volt akkor a rektor? Nem tudom, már nem emlékszem. Már nem emlékszem. De az egy nagyon okos ember volt, és ezt mondta, ami úgy néz ki, mintha nagyon sértő lenne, pedig nem az, igaza volt. De akkor is így gondolta? Nem, dehogy is. Vérig sértődött? Nem, sértőnek soha nem. Nagyon bántónak éreztem, és igen, bántó volt, hogy mondjam. Igen, nem mint a kevés lenne a szókincsem, de azt arra nem találok most. Igazán jó, arra se találok igazán jó szót. A hiúságát? Nem hiúság, nem, mondjuk, hogy bántó. Uh-huh. Igen, az legyen az. Bántó volt, igen. Mert valóban életemet és véremet adtam, ez egészen találó. Ugye az én fiam is életét és vérét adta a saját szakmájában. A vízilabdáért. Igen. És amikor ugye nem sikerült ez a válogatottsági munkája neki, akkor ugye sokan megkérdőjelezték, hogy nem ért hozzá. Most szövetségi kapitány minőségére beszélek. Igen, így van, erről beszélek, igen. Én nem értek semmit a szövetségi kapitánsághoz, ez félreértés ne essék, én csak az ő arcát látom magam előtt, de valószínűleg nagyon szintén nagyon meg lett bántva. És azt tudom, hogy életét és vérét adta az egész szakmáért, ami akkor azt jelentette. És mi mind a ketten életünket és vérünket adjuk a szakmánkért, és ha ilyenbe szólnak bele, akkor az valóban egy kicsit bántó, kicsit érzékenyen érinti az embert, és én akkor tényleg érzékeny voltam erre, mert az életemet tettem oda, és mindent lemondtam. Tehát rádiófelvételt, mert ugye az délutánonként szokott lenni, tévéfelvételt, rádiót, mindent lemondtam, csak is ott voltam a színen. Ezzel foglalkoztam minden délután. Tehát amikor nekem ott dolgom volt, akkor én ott voltam. Vannak tanárok, akik nincsenek ott, de elképzelhető, hogy az a jó megoldás, megint nem tudom, hát megint minden biztosan nem így van, akik nem nagyon járnak be, csak egy évbe kétszer, és akkor az jó hasznos, az a két bejárás, hát soha nem felejtem el azt a tanáromat, aki február 2-án bejött, és megtanított engem a szakmára. Szóval, de hát én be voltam 4-én is, meg 5-én is, meg 6-án is, de vannak ilyenek. És nagyon-nagyon jó vizsgákat csináltam, meg kell, hogy mondjam, nem dicsekszem, de az én vizsgáim azok több évig mentek a főiskolán. Sőt, egy nagyon sok vizsgám ment profi színházba. Akár a katonába, akár a Radnótiba, akár máshol, akár a játékszínben, de évekig műsorom volt. Tehát mondjuk utazás a koponyám körül, az nagyon sokáig volt a Kelemen Pistivel műsorban a katonában. Most ami mégis azt mondta. Igen, bocsánat. Csak azt szerette volna elmondani, hogy világos legyen, hogy annak a főpróbáján, most képzeljen el egy negyedéves vagy harmadéves fiút, aki nem tudott vizsgázni a többiekkel, mert egy súlyos karambolja volt, és beépítettek neki egy ilyen valamit a karjába, meg nagyon nehezen bírta lelkileg, és nem volt benne semmibe. És nekem volt egy ilyen változatom, amit az Őze Lajosnak csináltam annak idején, és mondtam, hogy van-e kedve ezt megcsinálni. És akkor mondta, hogy elolvasna, és elolvasta, és hát mondta, hát ezt tanárul nem lehet. Hát mondom, lehet, csak hát nagyon nehéz is. Harmadéves volt akkor az István is. Megcsináltuk. És életem egyik legszebb pillanata volt, amikor
Én ültem fönn a vizsgán, hát itt az osztályban ilyen padok vannak, és a legutolsó széken ültem ott fönn az ajtó mellett, és mondta, és elérkeztünk az operációhoz, ahol semmi más nem volt, egy szék volt, és egy lepedő, és egy vödör víz. És a legutolsó mondatnál, mikor vége volt az operációnak, akkor mint operált Karinti, ő az egész vödör vizet a fejére öntötte, és csorgott a víz. És közben mondta a szöveget. És akkor volt a szövegben egy olyan, és akkor szembenézett velem, a szemembe nézett, láttam a nézőtérről, és azt mondta, tanár úr, ez nagyon nehéz. És ezt mondom, ezt nagyon régen volt. A mai napig emlékszem erre a mondatra, és ez így van. Tehát, és aztán csináltam egy nagyon érdekes Molnár Ferenc összeállítást, és akkor utána meghívtam az egész társaságot egy konflisozásra, amit az egész horvai osztály erről beszél ma is. A konflisozásról? Meg a vizsgáról, hogy ez milyen jó volt. Mégis azt mondta, hogy igaza volt annak, aki azt mondta, hogy erre ma már... Igen, mert ma már nincs szükség valóban. Nincs? Nincs. Higgy el, nincs szükség rá. Tehát sem a kuplékra, sem erre az időszakra nincs. De úgy gondolja, hogy Benedek Miklós most nem tudna olyat tanítani, nem csak kuplékról, általában jövő erről a mesterségről, amelynek a hasznát ők látnák, ezek a fiatalok? Mesterségbeli tudásról, szemléletről, megközelítésekről beszélek. Hát azokat talán, de nem tudom. Az gyakorolni kell ezt is, bármit, mint a rendezést, mint a tanítás, mint a színészetet, gyakorolni kell. Hiányzik néha? Nem, most már nem. Egy pár évig nagyon hiányzott, de ma már nem. Ma már nem is megyek a főiskolára. Már nincs is. Nincs is. Nincs is, igen. Holott mi ketten a Székely Jóskával a Színház és Filmművészeti Főiskola tiszteletbeli hallgatói vagyunk. Mi ketten egyedül. De ön az a típus, hogyha éri egy ilyen sérelem, vagy egy ilyen bántás, akkor nem tudom én, elkerüli azt az utcát? Nem, megyek arra kocsival is, vagy nem, arra van dolgom, a volt rádióba, de már sincs, akkor el szoktam menni ott. De nem. A Rákóczi úton megyek? Nem. Mindig szokták mondani, hogy Istenem, hogy ezen a lépcsőn mentem föl, és hogy soha többet nem megyek ide. Nem, ilyet nem mondok, de nem. Nem megyek. Most, ha csörögne a telefonja, amikor innen kilép, ott lenne a mindenkori rektor, vagy nem tudom, tanszékvezetőnek a hangja, azt mondaná, hogy Miklós, gyere. Nem, ja. Nem menne? Nem. De megbántottság miatt, hogyha egyszer nem kellettem, akkor most már elengedtem, hagyjuk egymást? Nem csak megbántottság, nem. Nem mennék, mert egyrészt már öreg vagyok, és másrészt meg nem bírom előről kezdeni. Nem tudom. És nem tudom, mennyit tudnék tanítani. Mondom, azt gyakorolni kell is. És hát most képzelj, hogy ugye 2 évig otthon voltam, nem voltam sehol, még színházban se semmit, és elfeledi az ember a pályát is. A pályát is? Hát hogyne? Hát nem beszél, nem mozog, nem semmi, nem csinál, vagy nem is unatkozik, hanem nem csinál semmit e körül. Kellett volna, ugye, mert én szoktam mindig ilyen dramaturgiai munkákat otthon csinálni, mindig összeállítok valami ilyesmit ilyenkor, de most valahogy nem volt kedvem, és hát nem is játszottam, és ugye nem volt előadás, nem voltak színházi előadások. Aztán megszűntek, aztán levették a műsorról, aztán ez volt, tehát nem volt semmi olyasmi, aztán visszajött egy-egy dolog, de egy csomó minden, meg még azt sem mondták, hogy köszönjük szépen, de több nem lesz belőle. Én nézőként észreveszem a különbséget? Tehát a pandémia előtti Benedek Miklóst látom már, nem tudom én, a Virágot Algernonban van. Most tudom, hogy már nem játszol, ha jól tudom. Nem, már nem bíz a fizikai, olyan nehéz az ottan. Igen, most hát 100-at eljátszottam, vagy 80-at, nem tudom. Ez remek, egészen kolosszális előadás, de én észrevenném a különbséget, hogy ez a pandémia előtt és a pandémia után színpadra lépő Benedek Miklósról beszélek? Nem. Szerintem nem.
Nem. Hát akkor azért az erős túlzás, hogy elfelejti az ember a szakmát. Egy kicsit treníroznia kell magát előtte. Igen. Igen, milyen túlzások ezek, igen, de hát egy színész túloz állandóan. Igen? Persze, hát a politikusok. Érdekli a művész urat még ez a szakma? Annyira, mint mondjuk 20 éve, vagy 30 éve? Hogy ne érdekelne? Érdekel. Csak már nehezen csinálom, mert már nagyon, már fáj a lábam, meg fáj ez, már fáj az, már úgy kelek föl, hogy magamat sokáig kell treníroznom, már nem tornázni meg ez, de azt mondja Lukács Andor mindig azt mondta, hogy tessék tornázni. Hát tornázon ő. És hát olyan sokáig tart, amíg egybe vagyok. Már lelkileg, hogy fölhúzza magát az ember. Igen, és keveset játszom. Tehát, hogy mondjam, érdekel, de az is kéne, hogy valaki mást is érdekeljen, hogy én mondjuk hogy vagyok. Úgy érzi, hogy nem érdekli? De nem érzem úgy, nem. Nem azért mostan megint van egy kis reveláció, mert minden riporter engem akar. Hogy már végszaladt már rajta mindenki. Már nem tudok kihúzni magamból olyan mondatokat, amit nem hallottam volna, már magamtól, tehát halálosan unom magamat, hogy mindig ugyanazt kell elmondani. De nem, próbálom azért variálni. Nem, mást mond meg azért, szerintem itt jó. Is variáljuk. Jaj, más jó. Témák vannak. Nekem mond újat. De jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen életművel, ilyen teljesítménnyel az embernek a háta mögött, mi az, ami még saját magával kapcsolatban kíváncsivá teszi, amikor színpadra lép? Nem akarok hülyeségeket mondani, hogy mi érdekel a szakmámban. Tulajdonképpen minden érdekel. De most úgy leszűkültem, hogy csak ezt a borzalmas televíziót nézem időnként, és teljesen föl vagyok. Háborodva, ilyen papucsok vannak mellettem, már a kutya szétrágott. És hála Istennek a dühébe szétrágja, de én nem tudom szétrágni, én legfeljebb oda tudom vágni a televízióhoz. Oda is vágja? Hát igen, néha. Néha oda vágom. Egyszerűen nem bírom nézni. És látok kollégákat, akik ezt megmagyarázzák, hogy miért játszanak ebbe és ebbe a televíziós dologba, és hogy ez miért jó nekik, és hogy ez... És szót nem hiszek el belőle. Ezek magyar gyártású sorozatok? Ezek magyar gyártású sorozatok, és nézem mellette ezt a másik csodálatos sorozatokat, hát komolyan mondom, a dűtől nem látok, az irítségtől és a dűtől nem látok, hogy meg van írva először is. Van egy történet. Az izgalmas, hogy az ember lerágja a papucsát. Az el van játszva, az meg van rendezve, az föl van öltöztetve. Tehát olyan stílus érzékkel, és olyan hogy az embernek tényleg csorog a nyála, komolyan mondom. Ezek a külföldi sorozatok. Igen. Amit nem a magyar televízióban látom. Tehát egy történelmi sorozat, amitől, hát... Hogy is mondjam, csak soha nem látom ilyet, nem egyszer nem, de ez nem pénz kérdése, az is jó, rendben van, nagyon sok pénz van ezekben meg. Csak munka van vele az, hogy meg van csinálva, és nem új, hogy lesz, ma oda megy a színész, aztán majd föladjuk rá, és akkor... És amikor elmondom, hogy elmagyarázom egy ilyen helyzetben, hogy drágaságom, de ez az ing... Ez nem így néz ki. Hát ez ki van keményítve, ennek kemény a gallérja, kemény a manzsettája, és ide ne tessék nekem kispesti gombokat ide fölvarni, hanem ezek gyöngyház gombokból lesz majd egy olyan, és akkor el kell magyarázni, mert fogalma nincs. Fogalma nincs annak, aki fölöltöztett téged, hogy mi az, hogy lakcipő. Hát azt ön életében nem hallotta. És a kellékkel ugyanígy van. És nevetni fog, még a színész se tudja. Színész se tudja. Mi az, hogy lornyon, mi az, hogy monokli, mi az, hogy Girardi,
Mi ez? Ezt nem tanítják. Ezt nem, én nem tiggyel, hogy ezt nem tanítják. Kell tudni ezt? Majd hát 20 hogy meg kéne? Hát ha belekerül egy ilyen amerikai filmbe, egy a vágya, és nagy Isten egyszer csak bekerülhet. Ja. Hát, hát a földet kell túrni, mint a magyar filmekben, meg nem tudom, mikbe kell, nem tudom, mit csinálni, akkor lehet, hogy nem kell. Akkor jó a izé is, a bajusz is, vagy nem tudom. Ha ma lenne fiatal, igen. 20 éves, ez a világ, már színházi, filmes, színészi világ, ez az öné lenne? Hát én ebben a korban születtem, még itt vagyok, idős ember. Igen, hát ezt más nem tudok csinálni, ezt kell csinálnom, vagy nem csinálnom. Mert már nyugdíjban van, van egy kicsi nyugdíjam, és az ország legjobb rendezője azt mondta nekem ezelőtt 15 évvel, igen, hogy mikor elmentem Kaposvárra megnézni egy előadást, és ott lenne a büfébe, ült velem szembe, és aztán hű, de jól nézel te ki, most kéne neked jó öreg szerepeket játszani. Mondta az az Asser Tamás, aki azóta sem osztott rám semmit, végig csak semmit. Úgyhogy nem. De közel álltak egymáshoz, nem? Nem, Asserrel soha. Gyerekkorunkban. Mikor a Csillebércen voltunk a szavaló versenyen, állítok már, akkor látott engem. Csak akkor a papa volt a zsűri, és hárman jártunk együtt színházba a gyerekkorunkban, az Asser, a Farkas Zsuzsi meg én. És mindig ott a portánál találkozunk, mindig átintegettünk, és a Karinti Marci, és akkor így átintegettünk egymásnak a portálon keresztül. Szia, 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 és azt tudom, hogy ő mindig színházba járt, meg Barci is. Soha nem kérdezte meg tőle később, hogy Tamás? Azt hiszem, egyszer dolgoztak együtt, vagy kétszer? Egyszer, azt hiszem. Nem, egyszer beugrottam, és egyszer. Egyszer. Egyszer, a Katarina Blumba, igen. Mert azért gondolom, érdekelte volna őt. Érdekelt hogy... volna, igen, egy Csehóba, hogy rendezzen engem, vagy egy bármiben, amiben, vagy egy Goldóniba. De nem, nem, soha. Soha, valamiért nem. Nem tudom, miért nem. Miközben, ugye, amikor találkoznak meg... Hát hogy lehet, 13 év még egy színházban volt. Igen. Igen. De nem kérdeztem meg, nem. Nem ezt sem érem. Sok mindenkit, sok mindent nem kérdeztem meg, de hát ez az én bajom. Nem baj az, hogy nem kérdezni? Hát, de lehet, hogy baj, meg kellettem kérdeznem. Nem tudom. Nem. Félek, hogy megmondja. No, válasszunk. Nézzünk egy témát. Nézzünk, igen. Hányadan állok? Hát ez a Nemzeti Színház. Igen. Amikor is ön oda ment Svajdához, az Új Nemzeti Színházról beszélek, akkor ön kapott hideget, meleget. Hogyne. És nekem az az érzésem, hogy ott emberi kapcsolatok is sérülhettek. Igen. Amiatt, hogy ön nagyon sérelmezte azt, hogy talán jogtalanul, igazságtalanul és méltánytalanul írtak le önről ezt, azt vagy amazt. Jól gondolom, hogy ott volt, hogy megszakadtak emberi kapcsolatok? Tehát komoly, súlyos emberi csalódásokkal jártak. Igen, ez egy nagyon nehéz időszak volt, és az egész probléma nagyon nehéz. Ugye ez politikai kérdés is, és szakmai kérdés is. Hol is kezdjem? Mennyi időnk van? Van, bőven van. Akkor elég unalmas voltam eddig. Nem, nem, egyáltalán. De szóval azt mondja... Én a Svajdát borzasztóan szerettem, a kormány biztos lett, és kinevezték a Nemzeti Színház építésének a vezetőjének. Előtte én ugye megcsináltam a Gobbi Hilda estet. Hát, ami egészen meghatóan sikerült. Nem is tudom hány, 70 színész lépett fel, van, aki csak átvonult a színen. Jött a Hilda, 5 órakor végigjött a Petőfi Sándor utcán, és megállt a katon előtt, és sorfalat álltak a színészek, kapott egy vekni kenyeret, nemzeti színű galga átkötve, és egy üveg konyakot, egy Ararat konyakot, és azt bevihette a nézőtérre. Ott volt neki egy asztal, cigarettával, és dohányozhatott, és ihatta ezt a konyakot. És én mindig néztem, és láttam a ragyogó arcát, a síró arcát, nem is tudom, ezerféle arcát,
grimaszos, mosolygós, minden farszát, ahogy lent ül a széken, és mindig csinál, kijön még a súlyok, és ezt ki tudja még überelni. Hát Jézus Máriám, hát a Nemény Lili, és a nem hiszem el, és akkor dobta magát így, és a Máté Erzsi bejött izébe, népi ruhába, és énekelt svábul. És Garas elmesél egy történetet a pofonról. A pofonról, a Garas, de hát rengeteg. És úgy vártam, hogy a Hilda, hogy felhív, és azt mondja, hogy ez volt, jó volt, örülök, stb. Eltelt egy nap, két nap, és a harmadik napon sörgött a telefon nálam, és Gopi vagyok. Mondom, csókolom, mi a parancs. Az, ami, most hallottam, hogy ezt maga csinálta, és hát egy köszönöm, és nem tudom, és azóta is teljesen ver a szívem, és nem tudom, és azonnal jöjjön fel hozzám, és hallom, hogy valaki vállalta, valaki nem vállalta, és azonnal mondja, mesélje el nekem, hogy ki az, aki nem vállalta, ki az, aki mit mondott, és hogy mondta, és izé. Na mindegy, fölmentem hozzá, elmeséltem többnyire helyére, hogy hogy volt az egész, hogy hogy hívtak fel hajnali 7 órakor, hogy már nem féltek bele, mert már rengetegen voltak. És akkor nekem azt kellett mondani, hogy nem, mindegy. És fölmentem, kaptam ajándékba egy csodálatos Jászai Mari. Megmaradt levelet, levelezőlapot, bekerült, még most is ott van a falamon, mindegy. És ugye az utolsó jelenet az volt a Gobbi estbe, hogy bejött a Szacsi 70 gyertyával, és felhívtam a Hildát a színpadra, és akkor el kellett neki fújni, kívánni valamit, és akkor megkérdeztem, hogy mit kíván. És azt mondta neki, hogy itt van egy összeg, a mai bevétel, és ez a magáé, és hogy az mire. És akkor azt mondta, hogy a Nemzeti Színház alapkő letételére felajánlom ezt. Sok pénz volt, valami 100 000 forint, vagy mennyi. Akkor. És hogy a Nemzeti Színház alapkületi terére, és akkor én akkor azt gondoltam magamban, hogy ebben én is benne vagyok ebből. És nem is akárhogy. Tehát, az alapkőbe, egyáltalán a Nemzeti Színház. Az így van, az alapkőbe benne vagyok, mert ezt mondtam, ezt én csináltam, én szerveztem, az én ötletem volt, és akkor, amikor mondtam a Zsámbékinak, akkor teljesen oda volt, hogy milyen jó ötlet, és hogy csináljuk meg. És akkor elindult a Nemzeti Színház. Most így kicsi csapongok, és akkor bemutattuk a Vihart. Itt volt az első ilyen. Én nem szoktam így politizálni, vagy részt venni a politikai versengésekbe, vagy nem voltam tribűnön soha. Hívták? Hívtak egyszer, igen, nem ment, igen, hívtak. És hogy szavaljak ilyen ünnepi műsor, nem, soha. És Vihart próbáltuk, és ugye az ember tragédiája volt az első bemutató, és ez a második. És akkor Svajda azt mondta, hogy nem lehet élőbe adni az ember tragédiáját. Hát ezt biztos sokan, ha ismerik ezt a történetet, de valószínűleg vannak talán fiatalok, akik ezt hallgatják, én nem tudom, hogy nem engedte a Svajda élőbe, mert hát ha valami gigszer lesz. Mert ugye akkor készült ez a hihetetlen technika, ami igen, ideforog, odaforog, így jön fel a színpad, úgy megy fel a színpad, az egész színpad följön, az egész színpad lemegy, és ezt mind a Szikora alkalmazta és csinálta, és a díszlet is úgy ment, hogy és sokszor megakadt, és sokszor kellett hívni a technikusokat, hogy csinálják meg, és félt a Svajda, hogy ez lesz egy élő adásba. És azt mondta, hogy nem. És jött föntre az utasítás, hogy de. Tehát, hogy be kell mutatni élőbe. Hogy be kell mutatni, és élőbe kell bemutatni. Hát, és nagy balé volt, és összeveszett mindenkivel, és akkor azt mondta, ezt még megcsinálja, és akkor viszontlátás. De jött a Vihar, közben a Vihar kellett neki rendezni. És ott álltunk mi színészek, andon vártuk, néztük, 10 óra nem jön, 10:30 nem jön, tárgyal, föl van a minisztériumba, nem tudom, tárgyal a műszaki vezetővel, mindig andon tárgyalt, soha nem tudtunk próbálni. Akkor összeállt, hát hihetetlen nehéz szerepek vannak abban, és ráadásul mi, én a Prosperót játszottam, és a Nagy Kálaszi Eszter volt Ariel. És ugye sok közös jelenet van. És a Melinda volt a
igen, a lány, és sok-sok-sok egyedül monológ, meg duett, meg minden volt benne. És nem jött a Svajda. És ment egy összpróba, lement föl a házi színpadon, majd lementünk a színpadra. Ugyanúgy nem működtek ezek a jövőmenő dolgok. És lement egy főpróba, és egyáltalán semmi nem működött, és fölmentünk a Nagykárolczi Eszterrel a Gyurihoz, a irodába. Szevasztok, üljetek le, mi van? Mondom, Gyuri, ide figyelj, mi ezt nem vállaljuk. Ne haragudj, ez nincs kész, ez nincs megrendezve, ez nincs. Ezt mi nem adjuk magunk a nevünket se, és az egész a szakmai minden, nem, ezt nem lehet megcsinálni velünk színészekkel, hogy ezt bemutatjuk, mert ez nincs. Nem azért, mert nem működik ez a szar, mert attól még lehetne jó, csak mert mit nem tudunk csinálni. És akkor azt mondta Svajda, hogy ne haragudjatok, nagyon jól játszottok ti, és nekem nagyon tetszik, és ne haragudjatok, hogy ez is ez van, mert hogy ennyi dolga van, megígéri nekünk, hogy nincs premier. Ha legközelebb a holnapi próbán így megy, ahogy ma ment, ő elhalasztja a premiért. Így rendben van. Mondjuk igen, így rendben van. És boldogan felálltunk, hogy nem lesz. Majd másnap minden topra működött. De minden végszóra. Tehát följött, lement, szállt, minden. És azt mondta, na ugye. Hát és nem tudtunk mit mondani, igaza volt. Tényleg, úgy jöttünk föl, hogy ahogy kellett, és semmi zűr nem volt. Atya Isten, mondom, és holnap bemutatom. Úgyhogy bemutattuk, nem voltunk. Hát a színész tudja legjobban, hogy ebben van még munka. És akkor hihetetlen. Akkor eltaláncsoltak a pályáról, a fő kritikus azt mondta, hogy ez hogy létezik, hogy én tanítok a főiskolán. Ő ki a fő kritikus? Hát a Koltai Tamás, hát nem akarok én most halottba belerúgni, semmi értelme. Önök jóba voltak, nem? Mi jóba voltunk, de igen. Igen. Különösen a másik fő kritikussal voltam jóba. Molnár Gál Péter? Nem. Molnár Gállal is jóba voltam, de a Molnár Gál legalább mindegy, olyan voltam, ilyen szokott. De ez nagyon meglepett engem, meg a másik, tulajdonképpen aki a barátom volt azelőtt. Kifejezetten a barátom. És azt írta, amit a főnök diktált. Mert később megtudtam. A főnök kicsoda? A Koltai. A Koltai, értem. Akkor sejtem így nagyjából a kört, igen. És a Koltai tulajdonképpen kiadta, az ön elmondása szerint, hogy szét kell ütni most az előadást, Benedeket, bele kell így állni. Van. Így, pontosan. Igen, de én ezt nem tudtam, csak később tudtam meg. És ez elég rosszul esett. Na mindegy, a Svajda elment, és elég keserű szájízzel. Nagyon sokan szerették őt. Tehát nem... Nagyon belerúgtak, és nagyon... Nagyon sok mindent, olyasmit csinált a szakmának, és amit aztán később majdnem mindenki átvett. És úgy rúgtak belé, hogy hát nagyon jó, miért nekem jutott eszembe. De azért jó, belerúgott a seggébe egyet. De amikor ilyeneket olvasott saját magáról és az alakításáról, valami megkérdőjeleződött önben saját magát illetően, vagy pontosan tudta, hogy itt tudtuk, mi nem egy könyvjáték? Hát tudtuk. És hát sajnáltuk a Svajdát. Ha már említette ezt a Gobbi Hilda történetet, hogy érzelmi közelséget érez a Nemzeti Színházhoz, hogy ön hozzátett ehhez az alapkőhöz. Nagy fájdalom volt eljönni onnan? Hát ezt csak akkor éreztem, amikor az Alföldi volt. Igen, úgy értem. Hát közte volt a Jordán, ugye, akkor semmi ilyesmit nem éreztem, akkor mást éreztem, akkor más volt a probléma. Az is tulajdonképpen személyes volt, de hát... Mert hogy mi beszélgettünk egyszer korábban, 10 évvel ezelőtt, igen. Akkor ön mintha azt mondta volna, hogy mondhatott olyat Alföldi Színházára, mondjuk a büfében, ami visszajuthatott Alföldi fülébe. Igen. Ez lehetett az ok? Hát, hogy az igazi ok mi volt, azt én nem tudom. Mai napig nem. Mert nem is játszottam be. Egyetlen darabjában nem játszottam, amit rendezett. Soha nem beszéltünk két szónál többet, a taxival elmentem én, jött egy taxis, mondom, akkor én elmegyek, azt te menjél. Szóval nekem azt mondta, biztos ez volt a baj, hogy nem adtam át a taxit.
De hát nem, semmi, semmi is beszélgettük, semmi. Azóta se. Nem is találkoztunk. És eltelt egy év akkor ott, és nem szólt semmit. Semmit nem szólt. És akkor behívott engem, és elmondta, hogy vele nem akarnak a rendezők dolgozni, és hogy azt a mondatot mondta, hogy nincs neki ideje arra, hogy elmagyarázza, hogy ő milyen jó rendező. Önnek? Nekem. Uh-huh. Igen, nincs ideje. Amit én értettem, hogy mi ez a mondat, de ez volt a kérdés. Akkor láttam, de nem is nézett a szemembe, csak hogy nézte papírokat, rendezgetett a ölébe, és hogy lefelé nézett, és hogy így mondta is. És akkor én fogtam, hogy hát hogy nem látja, de kijön. De azért látta, és mondta, szevasz, és eljöttem. Azóta egy mondatot nem tárgyal, beszéltünk egymással. Én nagyon szerintem nagyon diplomatikusan mindenhol. Nagyon tehetségesnek tartom most is, akkor is annak tartottam. Ez egy, nem tudom mi volt, nem tudom, kibeszéletlen valami hülyeség. Lehet, hogy egyszer kibeszélik. Nem? Lehet, lehetséges. Igen. Elvárná, hogy mondjuk elnézést kérjen öntől? Nem, de nem. Nincs ön mentüskeljen értem. Elvárnám, hogy majd a síromnál mondja el, hát nem tudom. Mondja, hát hogy mi volt? Hát legfeljebb ennyit tudok mondani, de az, hogy elnézést kérjen, nem, egyáltalán nem várom. Lehet, hogy nekem kéne elnézést kérnem. Miért? Hát, hogy nem tudom. Hát, hogy azt mondtam a János Vitézre, hogy nem tetszik. Vagy nem tudom, igen. Megbánta? Hogy azt mondtam? Hát, hogy igen, hogy ott a büfébe. De, hogy bántam. Hát a haverokkal ültem ott. Nem tudom, melyik haver volt, aki azt mondta neki, hogy tehát a Benedek azt mondta, hogy nem tudom, és, mert az a hírják, ilyen hír. Hát a Micó azt mondta, hogy neki nagyon nem tetszett. És igen, ja. De hát nem tudom, mert hát én nem vagyok soha, és igazgatóságra se, ezben nem járok, úgyhogy nem tudom. Titkárságra nem járok. De semmilyen színházban nem járok. Katonában se jártam titkárságra, ugye nemzetiben se, úgyhogy nem tudom. Egyet mondjon még meg, úgy nagyjából egészében 2022. március elején. Ugye? Most nőnap, nemzetközi nőnap van ma. Rögzítjük ezt a beszélgetést. Igen. Jól van? Tehát jól érzi magát szépen. A bőrében? Köszönöm szépen, jól vagyok. Maradt ez a három előadásom, hát majd kettő és fél, majd meglátjuk, ugye az imposztorral mi lesz. De jól vagyok. Hogy mondjam, egy színésznek nem nekem kell jól lenni, a közönség majd eldönti, hogy én hogy vagyok. Most megkérdezték valamelyik kritikus írta, nagyon jókat írtak erről a hármalapadóról, hogy most nem tudja igazából előtenni, hogy én vagyok ilyen rossz fizikai állapotban, vagy a szerep. Gondoltam, megmondom neki, hogy a szerep van, tehát én nem azért vagyok olyan, mert nem tudom, mire gondolt. Hogy... És a lelke? Igen. Jól van? Hát a lelkem az soha nem lesz jobban, tehát az nem, nincs. Az nincs. A lelkem az dolgozik nagyon. Nincs, az nincs. De soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Soha. De hát megtörtént, és ezzel élni kell. És tovább élni, és az unokáim, és a szakmám, és a nejem, és úgyhogy. A veszteség élmény kapcsán az ember mire jut? Arra, hogy minden nap egy nagyon nagy ajándék, elkezdi szeretni az életet, haragszik, perlekedik a sorssal. Tehát mi marad egy ilyen veszteség élmény után? Hát az, ami nincs, az marad. Az űr. Nincs hozzá, nincs rá magyarázat. A tehetetlenség.
Szóval azt, hogy nem tudom. Nem. Biztos, hogy semmi. Van egy képem az unokámról. Az unokám most fog menni, most 8. általános iskolás, de már magasságban engem is túltett, sőt az anyján is, aki hát nem egy alacsony. És egy az egybe a Tibor. Ugyanúgy vízilabdázik, ugyanúgy imádja a vízilabdát, ugyanaz a köpeny van rajta, ugyanaz a haja, ugyanaz a mosolya, ugyanaz a komoly, a szemébe az a komolyság, egy az egybe. Ha akarja, kint megmutatom. Nem szoktam fényképeket mutogatni, de ez döbbenetesen egy az egybe. Néha ezt szoktam megnézni. Ez megmaradt. Hála Istennek. De ez nagyon nagy űr. Nagyon szépen köszönöm, művész. Köszönöm.